Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 21-éig. Május 17-én eléri a hold a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút, ami utal egy új irányra, megvilágít, megnagyobbít valamit, és jelenthet változásokat. Május 19-én új hold lesz, mégpedig a kos jegyében, az indiai számítás szerint, ahogy az asztronómusok is ezt mutatják. Abban a naptárban ez az új hold a kos jegyében van. Május 20-án eléri a hold az arany kaput az ekliptikán. Itt vannak a hiádok és a plejádok. Ez jelent egy új irányt. Lesznek változások. Sőt, itt a kártyán megjelennek a gólyák, és szintén változásokra utalnak. Itt van egy álom, egy elképzelés. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat, de gyakran jelenti a gyógyító erőt is, ugyanúgy, mint ez a fa. Ez lehet a hivatás, vagy lehet egy téma, ami érdekel téged. Itt a kígyó lehet egy hölgy is, és a hold jelentheti az anyukát, vagy a te anyukádat, vagy az ő anyukáját. Itt lesznek változások, itt a gyógyító erő, sőt, ez a fa jelentheti a biztonság érzetét is, ahol úgy érzed, hogy elérkeztél ide, itt le tudsz gyökerezni, vagy ő érzi ezt. Itt szerelemről van szó, és a gyűrű jelenti ezt a szerelmi kapcsolatot. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Olyan hirtelen történnek az események, amikor nem számítasz rá. És itt a hajó jelenti a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat, esetleg egy utazást. Itt lesznek beszélgetések, és ez a virág jelenti azt, hogy tisztázódik valami. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Ez a szerencse beköszönt az otthonodba. Sőt, a szerelem is, hiszen a szív egy vonalban van a házzal, és az jelenti az otthonodat. Itt vannak barátságok, vagy megvan a hűség, és ez a kártya jelenti az elismeréseket. Ami a családi kapcsolatokat, a barátságokat, vagy ezt a szerelmet illeti, itt minden jóra fordul, tisztázódnak bizonyos dolgok, lesz kommunikáció, elismerés, és itt látható a szerencse. De itt bal oldalon megjelenik a ravasz róka, és óv téged. Például, ha itt változásokról, döntésekről van szó, akkor ügyelj arra, hogy jó irányba haladj. Hiszen a ravasz róka jelentheti azt, hogy vigyázz most a dolgokra, különösen, ha döntésekről lesz szó, nehogy mellékutakon haladj, mert valaki rábeszél erre, és akkor ez a döntés számodra hátrányos. De azt is jelentheti ez a ravasz róka, hogy van hamisság a munkahelyen, hiszen egy vonalban van ezzel a horgonnyal, ami szimbolizálja a munkát és a hivatást. Ez a nagy medve valaki, akinek szava van, beleavatkozik a munkahelyi dolgokba. Ez a medve jelentheti a főnöködet is, és akkor itt van a hamisság,
hiszen igazságtalanul bánnak veled a munkahelyeden. De lesz szerencse, hiszen lesznek változások, a gólyák jelentik ezt a változást, és itt a csillagkép arra utal, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és pontosan ebben az időpontban lesz egy változás, javul a munkahelyi helyzet. Az is lehet, hogy ez a hamis főnök vagy főnöknő elmegy a munkahelyről, hiszen itt van ez a mozgás, és akkor jól fognak alakulni a dolgok. Ahol szerencse van, az a szerelem, a család, a barátság, a hűség, a gyógyító erő, és itt a nyilvánosság, amikor mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. És ez volt a heti jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!